A pláza előtti téren nagy kettős keresztet láthat, haladhat el mellette a járókelő. A Jobbik több mint 10 éve Székesfehérváron is felállítja a fakeresztet. Ennek az a célja igazából, hogy felhívjuk az ünnepnek a valódi értékét, és ebben a rohanó világban, ezekben a rohanó napokban picit megállásra késztessük az embereket. Próbáljunk elgondolkozni azon, hogy mi is valójában az adventi időszak, mit jelent valójában a karácsony, és egy kis elcsendesülést szerettünk volna ezzel is jelezni a székesfehérváriak számára. Fazakas Attila hozzátette, a keresztnél adventben minden héten vasárnap délután meggyújtják a koszorú nagygyertyát. Mint a Jobbik önkormányzati képviselője mondja, ebben az időszakban a közéletben is szeretnek elcsendesedni az ellenzék politikusai. Mi tudatosan nem politizáltunk helyben, mert pont azt gondoltuk, hogy az adventi időszak az nem arra való. Sajnos voltak olyanok, akik ezt nem így gondolták, de mi ennek ellenére kitartottunk, és így szeretnénk a továbbiakban is tenni. A kettős kereszt január 6-áig vízkeresztig maradt kint a pláza előtti téren.